Arra szavaztam, hogy győzedelmeskedjen a józan ész, fogalmazott Kelemen Hunor az RMDSZ elnöke, miután leadta voksát. A csíki jelöltek a reggeli és a kora délelőtti órákban szavaztak. Csíkkarcfalván szülőfalujában szavazott Kelemen Hunor az RMDSZ elnöke. Voksulását követően újságírói kérdésre válaszolva elmondta, úgy a diaszpórában, mint itthon nagyon nagy a mozgósítás. Éppen emiatt minden egyes erdélyi magyar szavazatára szükség van a parlamenti választásokon. Arra szavaztam ma, hogy legyen magyar jövő Erdélyben, Romániában. Arra szavaztam, hogy gyerekeink biztonságban legyenek, és arra szavaztam, hogy a józan ész győzedelmeskedjen, mert most arra van szükség, és december 1-én nem veszíthetünk. Arra szavaztam, hogy ez a december 1-e legyen az, amikor nem veszítünk. Ma reggel külföldön már több mint 156 ezeren szavaztak. Ez egy nagyon magas részvétel, nekünk azt itthon kell pótolni elsősorban plusz szavazatokkal. Az látszik, hogy nagyon nagy a mozgósítás, és ebben a mozgósításban benne vannak azok a magyar ellenes erők természetesen, akiktől semmi jóra nem számíthatunk. Tehát arra kérek minden magyar embert, minden magyar szavazatra szükség van, hogy erős parlamenti képviseletünk legyen, hogy meg tudjuk védeni az eddig megszerzett jogainkat, anyanyelvünket, szimbólumainkat, kultúránkat, szülőföldünket, és ezért arra kérek mindenkit, hogy ma menjen el és adja le a szavazatát. Csíksomjon szavazott a csíki képviselőként újrázni készülő Hajdu Gábor. Most arra szavaztam, hogy ezen a december 1-én ne veszítsünk. Arra szavaztam, hogy legyen magyar képviseletünk, ami azt jelenti, hogy legyen magyar jövőnk Erdélyben és Romániában. És arra szavaztam, hogy legyen egy közösségi összefogás, ami tovább visz minket az elkövetkező 4 évben is. Hargita megyében 292 szavazókörzetben voksolnak ma az emberek. Közel 500 rendőr és csendőr felügyeli a rendet. A megyei rendőrség közleménye szerint bírság szabható ki a leadott szavazat fotózása, videózása miatt, de ugyanígy tilos a választás napján kampányolni is.